A vizes világbajnokságon a magyar csapat összesen 4 aranyat, 1 ezüstöt és 2 bronzérmet gyűjtött. Ez a VB-k történetének második legeredményesebb magyar szereplése. Az úszók érmei mellett női vízilabdázóink egy bronzot, míg a férfiak egy aranyat tettek a közösbe. Benedek Tibor világbajnok csapata pedig közben már haza is érkezett. Kitehették volna a megtelt táblát a Liszt Ferenc repülőtér 2 per A termináljára, de nem a gépek nem indultak, hanem a magyar férfi vízilabda válogatott érkezett meg a szombati siker után. A barcelonai VB-n aranyérmet szerző csapatot nemzeti hősként ünnepelték a kiérkező szurkolók. A győzelem után érthetően mindenki boldog volt, Szívós Márton is, aki titkon hitt benne, hogy meg lehet. Hittünk magunkban, tudtuk, hogy milyen munkát rakunk bele, és voltak olyan biztató jelek, amik kecsegtettek minket azzal, hogy eljuthatunk ide, hogyha így játszunk, és ilyen hitünk van, mint ami volt. És hogy miért nyertük meg a döntőt? Azt gondolom, hogy nem csak szívvel és hittel, hanem intellektuálisan is megvertük őket, egészen egyszerűen tudtuk, hogy mit fognak csinálni. Benedek Tibor maximalizmusa a tegnapi győzelem után sem csökkent a csapattal szemben. A VB alatt is formálódott, szépen alakultunk. Ahogy előttem mondtam, a VB-re fog legjobb esetben is összeállni ez a csapat. Azt mondom, hogy még meccsről meccsre is mindig változtatnunk kellett, javulnunk kellett, szerkezetet kellett módosítani. A holnap és főleg a Riói Olimpia még messze van. Azt számít, hogy mi van ma. Ebben foglalkozunk, és ennek örülünk most, és remélem, hogy ez egy egész ország örül ennek a sikernek, mert szerintem nagyon nagy dolog, hogy egy csapat így ilyen egységes tud lenni.